A sorozat terhelés, vagyis bajnoki, BL és válogatott meccsek miatt ezúttal Csúcskovics kapott pihenőt az egrieknél, míg Csuk és Bedő betegség miatt hiányzott a meccsről. A fehér sapkás egrieknek kellett egy kis idő, míg játékba lendültek. Kosztyánszki majd szívós gólya után a vendégek Tölgörös Viktor szépített. Az első 8 percben még Erdély talált be, 3-1 volt ekkor az Egernek. A második negyedben a Grúziában a világliga selejtezőben 6-szor eredményes, Zalánki Gergő is elkezdte a gólgyártást, amit fordulás után is folytatott. Nem tette próbára kupagyőztes Egert a Szentes, 18-6-ra nyertek bőség. Szívós 6, Kosnyászki 4, míg Zalánki 3 gólt. Az A csoportban az első két hely sorsa, a vasárnapi Eger Szolnok összecsapáson dől el, amit az M4 Sport is közvetített.